19 óra 58 perc van, mindjárt 59. Kapcsolunk a Szent György térre, ahol hamarosan kezdődik a leköszönő államfő ünnepélyes búcsúztatása. Ha minden igaz, akkor az ünnepség résztvevői már elfoglalták a helyüket, és várjuk, hogy Áder János államfő kilépjen a Sándor palotából. Ott van jó Csaba. Csaba, parancsolj! Pontosan 8 órakor a Magyar Honvédség katonai tiszteletadás mellett elköszön a főparancsnok által Áder János köztársasági elnöktől, aki tehát, ahogy mondtad, 8 órakor kilép majd a Sándor palota kapuján, és aztán pedig majd elkezdődik egy zenés őrségváltás, aztán pedig egy ajándékot is sátnyújtanak neki, méghozzá a Magyar Honvédség zászlaját háromszögre hajtva kapja meg ajándékban, és aztán pedig egy fáklyás menet kezdődik majd el. Néhány pillanat múlva tehát elkezdődik a búcsúztatás. Nézzük is. Tisztesség, fogadás, jobbró, tiszte, leg! Kezdődik tehát Áder János köztársasági elnök leköszönő köztársasági elnök búcsúztatása, mégpedig a Magyar Honvédség búcsúztatja a főparancsnokát, Horváth Szilárdot hallják. Zsolnai Tamás alezredes úrral vagyunk itt a rögtönzött várbeli stúdióban, ugye a Magyar Honvédség vitézszurmai Sándor, Budapest helyőrség tantár, 32. nemzeti honvéddíszegység parancsnok helyettese. Jó estét kívánok önnek! Jó estét kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Köztársasági elnök úr. A tisztesség parancsnok bejelentem, az ön tiszteletére a tisztesség felsorakozott. Köztársasági elnök úr, dr. Kun Szabó István vezérőrnagy úr társaságában. Nem, a Magyar Honvédség parancsnokának társaságában. Dr. Ruszin Szendi Romulus tábornok úr irányításával, illetve kíséretében lejárja az arcvonalat. A köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka, tehát ennek van tétje, amikor a főparancsnok járja végig az alakulatokat, de ez egy új rendezvény, ugye ilyen még nem volt. Igen, és azt szerettem is volna mindenféleképpen megemlíteni, hogy ilyen valóban még nem volt, amikor a Magyar Honvédség parancsnokán keresztül köszön el, ugye a leköszönő köztársasági elnöktől. Ez mindenképpen egy új rendezvény számunkra is. Érdekes már maga a helyszín is, ugye a Sándor palota előtt vagyunk. Ez a Sándor palota 1867 és 1945 között a magyar miniszterelnökök rezidenciája volt. Itt volt a miniszterelnökség, és aztán most a köztársasági elnök hivatala került erre a helyre. Ezt érdemes elmondanunk. Thank you.
biztos érdemes pár szót mondanunk a honvédségi zenekarról. Például ebben a ruhában én még nem nagyon láttam őket. Igen, ez azért van, mert ez teljesen egy új ruha, ma viselik először egész pontosan. Ez a két világháború közötti időszakot jeleníti meg. Attila Szabás, tehát Attila van a zenészeken, és hát nagyon szép díszesre megcsinálták. Összehasonlítva az előző ruhájukkal, ami szintén korhű volt, megmondom össze, nekem ez sokkal jobban tetszik, a sötét színek sokkal patinásabbá teszik az egész kinézetet, és valóban ma viselik először ők ezt a ruhát. És hát ezzel is nyugodtan elmondhatjuk, hogy az 1945-ben megszakadt magyar útra léptünk akkor vissza ezzel a ruhával is, ahogy egyébként a Sándor palotával is, hiszen, ahogy már említettem, az 1806-ban megépült palota, 1867 és 1945 között a miniszterelnökök rezidenciája volt, a mindenkori magyar miniszterelnöké, és most hál' Istennek újra egy kormányzati szerepet kapó épület előtt vagyunk. Így igaz, és még szeretném azt megjegyezni, hogy ennek a fényét abszolút emeli, azt gondolom, hogy az a palotaőrség, honvéd palotaőrség, amely 10 éve alakult, illetve került felállításra, épp január 7-én ünnepeltük a 10. évfordulójukat, és azóta itt látják el a feladatokat, csak egy kis számot is hagy említsek meg, 3159 alkalommal hajtottak itt végre a honvéd palotaőrök őrszolgálatot, illetve protokollális objektum őrzési feladatot. A palotaőröket ugye arról ismerjük meg itt a díszegységnél, hogy zöld paroliuk van. Így van, az égítményeik palac zöld színben pompáznak egész pontosan. És a fehér, az a díszegység? A fehér a díszzászlóainak a színe, ez optikai fehér egyébként, és hát pirosban az karmazsin, vörös színben pedig a honvéd koronaőrség jelenik meg. És így együtt adják ki a trikolor színezetet. Igen, és az imént láthattuk köztársasági elnök urat, mellette Herceg Anita asszony, a felesége, és Herceg Anita asszony mellett láthattuk ugye dr. Kunszabó István vezérőrnagyurat, aki a köztársasági elnökök fogad segíti, és a másik oldalán pedig Ruszin Szendi Romulus tábornok urat. Igen, altábornagy úr, magyar honvédség parancsnoka, így van. Tisztesség, fegyvert, láb, hoz! Tisztesség, pihenj! Honvéd palotaőrök, gyaz! Honvéd palotaőrök, fegyvert, vál, ra! Honvéd palotaőrök, jobbra, át! Honvéd palotaőrök, menet, irány utánam, lépés, indulj! Talán érdemes azt is elmondanunk, hogy itt a dobszóra azért láttuk már a próbán, hogy a lovak azért egy kicsit nyugtalankodtak. Ezeknek a huszár lovaknak, ugye van itt egy 6 huszár is a téren, ezeknek a lovaknak ezt az ajt is bírniuk kell. Természetesen a honvéd huszár díszalegységünk, a legfiatalabb alegységünk a Nemzeti Honvéd Díszegységen belül. Tavaly kezdték meg azokat a munkálatokat, amelynek eredményeként most itt 6 lovat láthatunk, 6 lovassal, és valóban ebben óriási munka van a háttérben, mire ezeket a lovakat felkészítjük arra, hogy egy ilyen rendezvényen részt tudjanak venni. Igen, ott állnak a sikló előtt a huszárok is, majd látjuk őket nyilván. Fegyvereket látunk a díszegység katonáinak vállán. Ezek Mannlicher pusrák, ugye, ha jól emlékszem. Igen, a honvéd palotaőrök. Ők Mannlicher típusú puskával hajtják végre a napi feladataikat, míg a díszzászlaj katonái pedig SKS-45 típusú karabéllyal. Egyébként ez a mai nap ebből a szempontból is, hát mondhatom így, nem kis túlzása, hogy történelmi jelentőségű ebben a tekintetben, ugyanis a mai nap hajtjuk végre utoljára ilyen fegyverekkel a díszegési feladatainkat, hiszen a továbbiakban ugye a haderő fejlesztés eredményeként már a legújabb Bren 2-es CZ
gépkarabélyokkal fogjuk a protokollás díszegési feladatokat is biztosítani. És ugyanezt meg lehet csinálni majd azokkal a gépkarabélyokkal, ezeket az egészen különleges manővereket, amiket most a katonák tesznek? Hasonló fogásokkal tudunk készülni már. Nyilván ilyen pörgetős, dobálós jellegű fogásokat nem fogunk tudni vele csinálni. Ezekre a speciális fogásokra tovább is meg fogjuk tartani ezeket a régebbi fegyvereket, de nagyon szép és látványos fogásokat gyakoroltunk be már a bajtársaimmal. Egyébként ők 14-én a Kossuth téren fognak debütálni, most szombaton 11 órakor, amikor is a köztársasági asszony beiktatásán fogunk részt venni, és lobogó felvonást fogunk végrehajtani. És akkor már ezekkel az új fegyverekkel teszik? Igen, ezekkel az új fegyverekkel hajtjuk már végre az egész rendezvényt. Na hát akkor azt biztosan érdemes lesz megnéznünk. Ezek magyar gyártmányú fegyverek lesznek már az újak? Ezeket még Csehországban gyártották, úgy tudom. A jövőben nyilván cél az, hogy a saját magunknak képesek legyünk gyártani ezeket a fegyvereket. Igen, nyilván egy magabíró, egy olyan Magyarország, amelyik képes magát eltartani és fenntartani, annak fegyvereket is kell gyártani, ez biztos a saját honvédségének. Így igaz. Közben itt, ha elmondhatom, igen, hogy az elmúlt egy-két percben a Honvéd Palotőrség úgynevezett déli sóját láthatjuk, láthattuk. Déli só? Déli só. Mármint úgy érte, hogy napi só, tehát igen, angolul mondta, igen, érte. Minden nap, így van. Minden nap egyébként, és minden nap délben. Ők itt a szolgálatteljesítés keretén belül minden nap délben, értem, ezt a sót végre fogják hajtani. Hozzáteszem, hogy a turisták legnagyobb örömére. Tehát ezt láthatjuk minden nap itt fent a köztársaság elnöki palota előtt? Ez így igaz, így igaz. Ezen kívül egy nagyobb létszámú zenés őrségváltásokat is végrehajtanak. Például ebben a hónapban 28-án fogják ezt végrehajtani, az 24 főből álló bemutató lesz. És ezt már eddig is csinálták, vagy ezután teszik majd? Ez eddig is program volt. Csak ugye azt meg kell, hogy említsük, hogy a Covid időszakában, a pandémia időszakában... Tisztelség! Yes! Visszakasz! Menet irány utánam! Lépés! Indulj! Tehát a pandémia időszakában ezek a feladatok felfüggesztésre kerültek, és a holnapi naptól fog újra állítjuk fel újra a díszőrséget, és látják el a katonáink a feladataikat. Értem, ez azt jelenti, hogy ha valaki délben kijön ide, a köztársaság elnök a palota elé, akkor ezt láthatja. Így van, így van. Tehát ugyanazt, amit most a tévén megnéztem. Pontosan ezt a 3,5 perces programot. És minden délben, hétköznap is. Természetesen. Jó, igen. Mi történik most? Itt valamit átadnak, nem tudom, aki átadja, ő százados, ha jól látom? Igen, ő Farkas Gábor százados úr, a Honvéd Palotőrség parancsnok helyettese. Helyrejárás, indulj! Ő egy ajándéktárgyat fog átadni a Magyar Honvédség parancsnokának, és a Magyar Honvédség parancsnoka ezzel köszön el, ezzel az ajándékkal köszön el a köztársasági elnök úrtól. Ez mi ez az ajándék, ezt lehet tudni? Természetesen elmondható, mint látszik is, ugye a fedelét levették a doboznak. Valami zászlófélét látok, hogy így van, címe. Így van, ez a Magyar Honvédség emblémájával ellátott zászló, ha úgy tetszik, a Magyar Honvédség zászlaja. Megtalálható benne a turulmadár, tartja Szent István kardját, a jobb oldalról cserfaág, bal oldalról olajfaág, ezek kereszteződésében pedig a piros-fehér-zöld pajzs látható. Mindezt egy fehér háttérrel, és a hazáért és a Magyar Honvédség felirat látható még rajta, ahogy a kedves nézők is most láthatják. Igen, és azt is láthatjuk, hogy Benkő Tibor honvédelmi miniszter is ott van már, köztársasági elnök úr és Ruszin Szendi Romulus a Magyar Honvédség parancsnoka között. Ő is nyugalmazott katona, ugye? Vezérezredes talán? Igen, vezérezredes úr volt a vezérkar főnök, Magyar Honvédség parancsnoka. Menet irány utána. Lépés, indulj!
Most pedig a térkiürítés következik, ha jól sejtem. Ugye úgy nevezik ezt így hivatalosan. Még egy zeneszámot fogunk hallani. Ha minden igaz, akkor ismeretlen szerzőtől Ámol csárdás fog felhangzani a zenekar. Miért éppen az? Úgy tudom, hogy a köztársasági elnök úr ízlését tükrözi ez a két szám, amit ez a két zenei szám, zenei darab, amit a központi zenekar eljátszik. Jó, akkor hallgassunk bele egy kicsit. Vissza a zenében. Közben azért körben itt vannak a fáklyások is, róluk is azért tegyünk említést. Most már szépen lement a nap. Azt látjuk, hogy itt turisták is vannak egyébként a köztársaság elnöki palota környékén. Úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg érdemes ilyen déli sókat csinálni. Igen, abszolút így igaz. Érdeklődéssel nézik itt most a turisták a környéken. Egyébként a fáklyát tartó katonák is a díszzászlajhoz tartoznak, ő a díszzászlaj katonái, és azt gondolom, hogy méltó keretet adnak annak a rendezvénynek, ami most éppen itt folyik, ugyanis ők állnak végig a szélén a térnek. És így naplementével összenézve ezt az egészet, azt gondolom, hogy egy gyönyörű látkép tárul elénk. A díszászlaj ruhájáról tudunk még valamit mondani, a parolikat megbeszéltük, a piros-fehér-zöldet, hogy a piros karmazsin, igen, a koronaőrség, a fehér a díszászlaj, és a zöld pedig a palotaőrség. No, de ezek a ruhák, sapkák és egyebek, amik rajtam, ez milyen időszakot tükröznek? Hát alapvetően ezek visszanyúlnak a 48-as időszakra, illetve a két világháború közé is. Tisztettség! Jössz! Tisztettség! Fegyver! Bal! Ja! Tisztettség! Jövőre! Egy! Gondolok itt arra a bocskai sapkára például, amit viselnek, illetve arra a magyaros csizmára is, ami a katonák látható. Ádám Barabás ezredes úr vezénye most, ő ugye a 32. Nemzeti Honvéd Tisztettség parancsnoka, ugye jó? Igen. Tehát ezek a öltözéket is visszanyúlnak abban az időszakban, amikor még magabíró Magyarország volt, Magyarország és önerőből tudott fejlődni. Azt látjuk, hogy most itt a köztársasági elnök úr, Herceg Anita asszonyra, Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel, valamint a köztársasági elnök úr hadseregjével, dr. Konszabó István vezérőrnagyúrral és Szent-Szendi Vanagusztának úrral. Most egy másik pozícióba helyezte magát. Hogy az alegység most térkiürítést hajt végre, hogy szakszavakat használjuk egy kicsit. Igen, már az elődénc én is használom. Igen, és az elöljárók pedig átmozogtak egy másik erre, hogy meg tudják tekinteni az alegységnek a díszelvonulását, a díszmenetnek a végrehajtását. Igen, és a végén ugye majd a zenekar megy, vagy pedig a huszárok mennek a végén. Hogy van ez? A legvégén a huszárok fognak elmenni, és a leges-leges legvégén pedig a zenekarnak a díszelvonulása lesz majd. Értem. Ugyanis a zenészeknek egészen addig benne kell maradniuk, amíg a katonák ki nem mennek, legyen az akár huszár, vagy gyalogos. Itt a koronaőrséget látjuk, ugye? Igen, pontosan. Igen, így van. Ugye a Szent Koronaőreit, és itt pedig azt láthatjuk, azt a díszászlót, ugye az ajándékot. A magyar honvédség zászlója, igen. Hát igen, a főparancsnok hazavihet a zászlóból egy példányt. Így igaz. Ja. És akkor most jönnek a huszárok. A huszárokról beszéljünk egy kicsit. Sokáig nem volt. 1952-től nem volt a magyar honvédségnek huszár alegysége, ami nagy szégyen, mert 11 néhány NATO tagországban volt. És most ez is létrejött újra, ez is a rekonstruálás, újra visszanyúlni ahhoz a régen megszakadt fejlődés. Ez ugye erről van? Így van, ugyanis ez nyugodtan kimondhatjuk, ez egy hungarikum, a huszár, mint olyan kifejezés, és lét, miben lét. És valóban
ismeretem szerint 11 NATO tagország is jelenleg huszár szervezetű egységekkel is rendelkezik, a mai napig megtartották ezt a tradíciót. Itt jelenleg látható, mint említettük, ott 6 ló vonult el huszárral. A jövőben mindenképpen az a tervünk, hogy ezt jócskán megnöveljük, ezt a huszár és ló létszámot is. Igen, de már most is többen vannak 6-nál, ugye? Igen, alapvetően igen, de most a 6 legmegbízhatóbb ló került ide. Hát mert ez bírni kell, ugye bírni kell ezt a zenét, bírni kell a dobpergést és egyebek. Nem is tudom, hogy annak idején hogy tudtak 1000 meg 10000 számra lovakat kiképezni, hogy az ágyúdörgést is bírják. Így van, el lehet képzelni, milyen óriási felkészítő munka rejlik ebben. Itt most már a mostani ünnepség vége felé járunk, azt hiszem. Igen, így van, ez a végső mozzanat a zenekarnak a díszelvonulása. És a folytatás, az, ha jól sejtem, akkor 14-én lesz. Igen, ahogy említettem, volt 14-én szombaton 11 órakor a Kossuth téren. A köztársasági elnök asszonynak a beiktatása a lobogó felvonással egybekötve kerül végrehajtásra. Már, ahogy említettem, az új fegyverekkel, a Brand 2-es típusú fegyverekkel és új fogásokkal. És az pedig nem itt lesz már fent, a várban, hanem a Kossuth téren lesz. Azt hiszem, akkor nincs más hátra, mint hogy innen a várból elbúcsúzzunk most. Ennek az ünnepségnek most már vége szakadt, és azt tudjuk mondani, hogy az 1806-ban épített Sándor palota elől búcsúzunk, amely bizony 1867 és 1945 között a magyar miniszterelnökök rezidenciája volt, és hál' Istennek sikerült újra ilyen feladatot adni neki. Láthatjuk ugye a homlokzaton is az 1806-os évszámot. Köszönöm a figyelmet. Horváth Szilárdot hallották. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.